Javában folyt még a hét elején a múlt hétvégi vihar nyomainak eltüntetése Nyíregyháza szerte. A városban több nagyméretű fa is kidőlt. A sóstói erdő területén ugyanakkor nagy kárt nem okozott a nagy erejű szél. A nyíregyházi erdészet munkatársainak így is van, kivel meggyűjjön a bajuk. A vandálok időről időre felbukkannak az erdőkben. Július elején például információs támlákat rongáltak meg. Az erdészet vezetője 35 percben beszélt arról, hogyan próbálnak védekezni a problémával szemben. Például figyelemfelhívással, illetve az általános rend fenntartásával. Én gondolom, hogy ha egy erdőben tisztaság van, rend van, rendszeres a karbantartás, akkor az embernek még eszébe se jut, hogy ez ehhez hozzányúljon. Természetesen, hogyha ilyen történik, amikor táblákat rongálnak meg, vagy kapcsolószekrényeket károsítanak, rendőrségi feljelentést teszünk, mert ezt meg kell tennünk, próbáljuk a tetteseket elérni. Tavasz óta kamerák is vannak az erdőkben, amelyek visszatartó erővel bírhatnak. Igaz, ezekkel elsősorban az illegálisan szemetelőket próbálják elrettenteni, ez a probléma ugyanis gyakoribb, mint a vandálkodás. Az erdészeti vezető kiemelte, az erdőkben hagyott szemét eltakarítása nem dolga a társaságnak, mégis megteszik a természet védelme érdekében. Ez ugyanakkor más feladatoktól von el munkaerőt és időt. A szakember a műsorban beszámolt a téli-tavaszi erdősítés és fakitermelés eredményeiről is. Volt két területünk itt Nyíregyházán, a Sóstói erdőben, az egyik a hármas dombi nyiladék mellett, a Tölgyes csádától nyugatra lévő nyiladék mellett. A vasúti pályája. Így van, illetve a Tölgyes utcától délre lévő nyugati erdőtömbünkben volt egy kisebb terület, ahol erdőfelújítást hajtottunk végre. Ezek az erdőfelújítások nagyon jól sikerültek, szakmailag szépen megeredtek a csemeték, ezek a nagy nyári forróságok is, ezek sem okoztak olyan kárben, ami probléma lenne. Úgyhogy minden lehetőség adott arra, hogy 100 év múlva ezekben az erdőkben egy szép 100 éves tölgyesben sétáljunk. A társaság nagy hangsúlyt fektet a fiatalok szemlélet formálására is, melynek fontos helyszínei az erdei iskolák. Ezek egész évben várják az óvodás és iskolás csoportokat, évente mintegy 5-6 ezer gyermek fordul meg bennük. Ilyenkor a vakáció idején például nyári táborokat szerveznek számukra.